Horowitz, Richter, Rubinstein, Cifra, és most nem is jut eszembe egy ötödik, az az igazság. Tehát akkor mondjuk azt, hogy itt a négy legnagyobb, leghíresebb név között ott van az övé is, és jogosan. Sok szakmabélynek az a vélemény, hogy virtuózitás terén ő teljesen felülmúlhatatlan. Tehát vannak olyan produkciók, amik a legnagyobb virtuózokat is lekörözi. Tehát egy olyan adottsága volt, ami hát teljesen utánozhatatlan. Olyan elementális hatás volt a közönségre, amit gyakorolt, amire azt mondja az ember, hát igen, a virtuózitása. De hát emellett volt egy nagyon igazi költői muzikalitás is benne, ami akkor derült ki különösen, amikor lassú dolgokat játszott. Rendkívül szerény, alázatos. Ahogy láttad is játszani, nem volt egy ilyen beképzelt, nem bűvészkedett. Ő nem csinálta, és egy nagyon szerény ember volt. Látszott az arcán. Egy olyan különleges virtuóz volt, aki képes volt egyidejűleg megfogni a szakma fülét és a közönségnek, aki nem ért hozzá, annak a lelkét. Gyerekek, mi ez a felfordulás? Na, azért. Hagyjátok a papát készülődni, jó? Lássuk csak, mit találta. Ezt én is megnézem. Tudjátok, ki ez? Kicsoda. Ez bizony én vagyok, amikor annyi idős lehettem, mint te. Ez itt apám és anyám. Ők valóban itt éltek Franciaországban. A sors azonban különös fordulatokat hozott. Amikor kitört az első világháború, apám és anyám menekülni kényszerült. Édesapja kávéházi zenész volt, az édesanyja az otthon volt, és a világháború, amikor kitört, akkor Franciaország és Magyarország ugye hadban álltak, és ezért az édesapát először egy internáló táborba, utána meg le is csukták. Őket pedig haza toloncolták egy Mörönddel jöttek haza, és az édesapjuk azután egy évvel engedték haza. Amikor hazaköltöztek, a 13. kerületbe, a Tripolisba kerültek, ilyen barak épületeket építettek akkor ezeknek a menekülteknek, és hát ott élték az életüket nagyon szegényen. Gyuri bácsi nagyon beteges gyerek volt, állandóan feküdt, és egy kis fellendülést az hozott a családnak, hogy nővére elment a tiszti kaszinóba először mosogatni, és akkor rendszeres fizetésük lett, illetve onnan tudott hazahozni élelmiszert. Egy olyan családban, ahol kenyér problémák vannak, és végre mosogatásból el tudta tartani Jolán a családot, aki spórolt pénzből rögtön egy pianinót bérel. Nem teszik félre a pénzt, nem tartalékolnak, hanem rögtön az érzelmi oldalát próbálják meg felhozni magukban, így legalább a zongora szóljon. Ez egy fantasztikus dolog. A Gyuri bácsi az feküdt az ágyba, és ahogy a nővére gyakorolt, az ujjait járatta. Alig várta, hogy odaüljön a zongorához, és akkor elkezdett zongorázni ő. Egyik nap leültem a zongorához, és nagy lelkesedéssel kezdtem bemutatni legújabb szerzeményeimet.
Nővérem, azt hiszem örökre elhatározta, hogy nincs dolga a zongoránál. Engem viszont többé semmi nem állíthatott meg. Aztán egyik nap egy ilyen vándorcirkusz, egy picit ilyen, nagyon-nagyon picit ilyen vándorcirkusz jött a közelünkbe, nem pontosan be a telepre, és jöttek házról házra invitálni az embereket, és az egyik ember, aki járt arra, hallotta, meghallotta, hogy valaki zongorázik házra, én voltam. Benyomt az ajtót és bejött. Te vagy az kisül, én bizony. Hát ide hallgass, te volna kedved neked, hogy szóval. Korrektem, ahol meg kellett jelennem, és egy kis törpe volt, aki engem kalauzolt, törpe, még nálam is kisebb és vékonyabb. Az kalauzolt fel a pódiumra, ahol egy kis zongorát, persze, éppen a Rozantin az enyém. És hát fölkérte a jelenlévőket, hogy adjanak fel valami melódiát, ami ismert, talán Carment, vagy Faust áriát. Hagyják meg a kisfiúmat, csinál bele fantáziát. Megkérdeztem tőle, hogy mondj, Gyuri, miért nem frakba játszol? Miért játszol mindig smokingba? Azt mondja, azért, mert amikor gyerek voltam, akkor a cirkuszba léptettek fel frakba. És ez egy olyan trauma volt, hogy ezért nem játszottam. Egyetlen kivétellel, mikor azt mondja, Párizsban, hát ott a nagy bemutatkozás, és óriás siker, rögtön lemezek, és akkor volt egy olyan hangverseny, ahol azt mondták, hogy nem lehet muszáj frakba játszani, a Palais de Chaillot-ba, ahol hát az államelnök is ott volt, és akkor egyszer az volt az érsem, hogy nem játszottam jól. A sors hamarosan újabb lehetőséget kínált. Anyám hallgatott egy különös idegen tanácsára, miszerint engem érdemes lenne elvinni meghallgatásra a Zeneakadémia igazgatójához, Dohnányi Ernőhöz. Az azonban, hogy az igazgató úr meghallgatta zongorajátékomat, csak a véletlennek volt köszönhető. Anyám karakán fellépésének és egy szerencsés defektnek köszönhetően mégis bejutottam hozzá, és lenyűgöztem őt zongorajátékommal. Dohnányi Ernőről egyébként annyit kell tudni, hogy egy hihetetlenül mogorva ember volt. Ő vele nem lehetett azért csak úgy beszélgetni. Nagyon-nagyon szigorú tudott lenni. Az, hogy azt mondta Cifra György fiatal zongoraművésznek, jelöltnek, hogy felveszik a Zeneakadémiára, az egy akkora kitüntetés volt, hogy párját ritkítja, már csak azért is, mert akkor még nem volt a Zeneakadémián különleges tehetségek osztálya, ami ma van. Tehát 18 éves kor alatt nem vettek fel senkit. Kezdődött a tanulás időszaka, ami Cifra Györgynél azt hiszem, hogy egy aggasztó tény volt, mert el kellett kezdenie azt játszani, ami a kottában van. És hát bizony meg kellett tanulni azokat a szabályokat, amelyek a klasszikus zenére oly jellemzőek. Egészen különleges érzés lehetett neki, azt hiszem, egy felnőtt osztályba becsatlakozni, ahol 18-20 éves társai között kellett neki helytállni, és Kéri Szántó Imre tanár úr ugye a lehető legnagyobb gondossággal kezelte azt a fajta csodagyereket, aki zavalátlanul nekiesett a zongorának és a fantáziáit megvalósította. Úgyhogy ezek a falak természetesen Cifra György emlékét is őrzik. Sajnos Kéri Szántó tanárurat hamar elvesztettem, ami annyira megviselt, hogy már nem volt kedvem többet a Zeneakadémiára bemenni. Egy züllött társaságba keveredtem, a napokat céltalannak és reménytelennek éreztem. Nem volt többé, ami ösztönözhetett volna. Elkezdődött a bár korszaka, amikor ő, ahogy fogalmaz, meggörbítvén gerincemet, visszasüllyedtem az éjszakai életbe, ez ott elkezdődött, és
mivel káprázatos technikája volt, és mindenre képes volt, ezért bizonyos lokálokban, bárokban is játszott. Így ismerkedett meg feleségével, ugye, Zulejkával. Az Arizona lokálban, egy különleges helyen kellett zongoráznia. Elmondások alapján sokszor ezt sötétben kellett megtennie, teljes sötétségben, mert csak a hölgyek voltak megvilágítva, akik ott műsort adtak elő, és a zongora billentyűit nem látta. Azért úgy kerestek zongoristát, hogy ki az a virtuóz, akinek nem kell oda néznie ahhoz, hogy bármit tudjon játszani. Zulejka táncos nő volt az édesanyámmal együtt, testvérek voltak. Az Arizonába táncoltak, fotó is volt róla, csak azt anyám összetépte, amikor ketten be vannak öltözve. Megismerkedtek, és az ismeretségük után egy hónappal el is vette a Gyuri bácsi a Zulejkát. Mintha mindig ismertem volna. Azt mondta, lopjam el a papírjaimat. Esküdjünk meg, mert akkor nyugodtan senki nem fog minket bánni, hogy együtt él. Egy ilyen rip-szop eskü volt. A párom talált két muzsikus tanult. Azok jöttek be, azt a férjem, hogy este, amit kapok, este keresek az a magukét. És estére jöttek ő tanuk. Ő úgy lett Zulejka, hogy a Gyuri bácsi nagyon nem szerette, azt mondta, olyan kemény az, hogy Zulej, Zulej. És azt mondta, hogy Zulejka legyen, mert a franciául napocska és az ő napocskája lett a Zulejka, tehát így lett Zulejka. Nem tellett nagy ünnepségre. A padon elfogyasztott szendvics mégis fejedelmi lakomának tűnt. És hogy örömünk még teljesebb legyen, egy év múlva megszületett édesapátok. Hallottam el, hogy rólam pletykáltok. Na kivele, mivel szédít titeket a nagypapa? Titkos. A koncert viszont nem titkos, és hamarosan el kell indulnunk, igaz, papa? Jó, nyugodj meg, befejezzük a mesét addigra. Tehát ott tartottunk, hogy megszületett édesapátok, azaz meg sem született, engem besoroztak katonának. Három keserves évet húztam le a katonaságnál. Nem csak a családomat nem láttam, de zongorát is alig. Míg nem egyik napon az egyik tiszt zongoristát keresett. Magasrangú Wehrmacht-tisztek látogatták meg az egységünket. Őket kellett szórakoztatni. Da Häuser! Mikor a megpróbáltatások után végre hazajutottam, édesapátok már 4 éves volt. Elhatároztam, hogy újra zenélni kezdek. Nem sok idő telt el, és ismét az éjszakai lokálok és a koldus tőzsde világában találtam magam. Szerencsére a zongoristák munkájára mindig is nagy volt a kereslet. Így hát akadt munka bőven. Mégis volt valami, ami nem hagyott nyugodni. Úgy éreztem, hogy a sors sokkal nagyobb lehetőségeket tartogat számomra. Zulejka megértette örlődésemet, és ő maga biztatott, hogy próbáljuk meg elhagyni az országot. 2-szer próbáltuk meg. Egyszer megpróbáltuk, akkor lefogtak, börtönbe kerültünk 3 évig. Gyalogosan nekivágtunk a határnak, hogy átmenjünk Ausztriába. Nem sikerült a dolog. Lábós katonák elkaptak, és puskatussal igyekeztek megmagyarázni azt, hogy vissza kell menni. És akkor kaptam 3 évet, a feleségem 2. A kisfiamat kezdve elkülönítették 8 hónapra külön. 8 éves volt. Olyan gyerekek köré tették, akik ragályos beteg. A füle folyt, az orra folyt, minden folyt genytől. 8 hónap után, mikor már letelt az, hogy ott tartották,
Akkor a nagymama sírt, hogy el akarta hozni a gyereket, a 8 éves gyereket, és elhozta, és akkor kigyógyította. Hé! Hey! A recski munkatáborban óriási kőtömböket cipeltettek vele. Feldagadt kezemre csuklószorítót kellett kérnem. A nehéz fizikai munka úgy tűnt, csuklómat és ujjaimat végleg szétroncsolja. Az a hihetetlen erő, az a hihetetlen fizikális tartás, amit Cifra Györgyöt jellemezte, a válla, a keze, az a bombabiztos, hihetetlen nagy tartást, azt én biztos vagyok benne, hogy ezek alatt az évek alatt szerezte meg, ugyanis a köveknek a cipelése egy olyan fizikális erőt adott neki, ami egyértelműen jellemezte az ő zongorázását. A csuklószorító soha többé nem került le a kezemről játék közben. 4 hónapomba tellett, mire megfelelően tudtam mozgatni az ujjaimat, és stabil szerződést kaphattam egy bárban. Az 50-es évek elején történt. Volt egy barátom, Ravasz Illésnek hívták. Elmentünk a Emil Gidesz első magyarországi hangversenyére, és koncert után mondtam, én még ilyen fantasztikus technikát nem hallottam az életben, mint a Gidesz-é. Szóval hát én hallottam, mondom, na és kitör? A Cifra Gyuritól. Hát az ő kíváncsi vagyok, hogy gyere el, menjünk, hallgassuk meg, mondom, hát hol van? Hát a Kedvesbe, hát azt tudtam, hogy van egy ilyen lokál Váci utcában, hát jó, elmentünk, és hát azt hallottam, hogy 2 nagyszerű zongorista játszik itt. Kérdeztem, hogy ki a másik zongorista, mert tudom, hogy Cifra úr az egyik. Azt mondja, nincs másik zongorista. Mondom, ne haragudjon, én zongorista vagyok, hát amit én hallok, azt egy zongorista nem tudja játszani. Hát azt mondja, akkor nézze meg. Bemegyünk, és tényleg egy zongorista ült a zongorán, illetve egy kis pianino volt. A technika az olyan volt, hogy ilyet még nem hallottam, mert olyan gyorsasággal ment a keze, hogy egyszer nem tudtam elképzelni, hogy ezt hogy lehet csinálni. Tulajdonképpen én csak egy hangáradatot hallottam, és új áradatot láttam, de hogy ott mi történik, ezt még én sem tudtam. És egészen érthetetlen, ezt nem lehetne tanítani, ezt a fajta kéztartást, mert ugye ez helytelen, vagy nem tudom, hogy mondjam. Cifrának inkább úgy nézett, mintha görcsös lenne a keze, de mégsem volt az, mert inkább ilyen gumiszerű, halatlanul elasztikus volt a keze, és így nézem az újrendjeit, tehát elképesztő. Meghívtam, hogy jöjjön egyszer el, tisztelje meg a Kereszt Géza utcai nyomortanyánkat, és tényleg eljött 8 óra tájba, és hát körülbelül reggel 7-ig ott maradt, egyfolytában zongorázott, miután én fel voltam erre a látogatásra készülve, és egy egész üveg vodka és egy egész üveg viski várta a zongorán, ami szépen reggel 7-re el is fogyott, és ennek megfelelőleg hát azért hatott rá, mert tudom, hogy ha valamit befolyásol az alkohol, az a zongorázás, mert én 2 cseppet iszom, már nem tudok zongorázni, hát ő tovább is fantasztikusan játszott, de azért lelassult annyira, hogy már körülbelül ki tudtam venni, hogy mit játszik. Elkezdtem bárokba zongorázni. Nem nagy dicsőség számomra, de hát kényszerült helyzetben voltam, és kellett csinálnom. Reggel 5-ig megállás nélkül. Akkor hazamentem, Budafokon laktunk kint, 7 óra fél 8 felé magamhoz vettem egy nagy csöbör kávé, fekete kávét csinálta mama, a feleségem anyja. Megittem és nekiláttam gyakorolni. Álmosan, nem tiszta fejjel persze, mert bent, hogy ittam eleget, ott. De mindenki megkínáltam és le kellett, hogy fogadjon. Nem mondhattam, hogy nem kérek. Ilyen nincs. Egyébként a tulajdonos is kidobott volna, ha ilyet csinálok. Szóval nem voltam valami precíz és jó állapotban. De szorgalmasan minden nap, a régülőjárban dolgoztam. Keményen, 3-4 órát. Nem? Apám egy hangverseny után betévedve a Kedves nevű presszóban a Cifrával nem csak hogy megismerkedett, hanem összebarátkozott, és erre tudom, hogy egy életre szóló barátság lett.
A történet kulcs mondata úgy szólt, hogy ami még nem fordult elő, megállt kezébe a konyakos pohár, mert egy olyan zongorázást hallott a háttérből, és ez a cifra volt. És akkor megvárta a zongorázás végét, oda ment, bemutatkozott Ferenczi György, a zeneként professzora vagyok, a cifra már ismerte a nevét. És akkor ellátogatott a cifra hozzánk, és tulajdonképpen egy teljes évig kapacitálta apám is, és anyám is, aki zongora tanárnő volt, a cifra házas párt, hogy váltson pályát a cifra. És becsületére legyen mondva, hogy döntésre jutott, és egyik persze a másikra abbahagyta a bárzongorát, és attól fogva reggel 8-kor odaült a zongorához, és este 8-ig gyakorolt, hihetetlen fegyelemmel. Ferenczi és Vásári Tamás volt az, aki ki tudta vívni, hogy Cifra György zongoraművész. És ez hatalmas fordulópont volt. És ugye be is mutatták Kodály Zoltánnak, és ott van az a híres történet, hogy Kodály Zoltán, mint Zoknányi Ernő, köztudott, hogy mogorva ember volt, nagyon szűk beszédű, és hát játszott Cifra György neki fél órát, lement hozzá magasról, ahol ült Kodály Zoltán, és mondta neki, hogy úgy hallom, hogy maga tud improvizálni. Mondta, hogy hát igen, tudok. És hogy bármire? Bármire, hangzott a válasz. És pötyögött Kodály valami népdalt neki, hogy és ezt erre tudna improvizálni? Természetesen igen. És mondta Kodály, hogy és úgy is tudna improvizálni, hogy megfordítja a kezét? Ez azt jelenti, hogy azt, amit jobb kézzel játszanék, azt rögtön bal kézzel kell, amit bal kézzel, azt rögtön jobb kézzel. Tehát egy hihetetlenül nagy kombinációt kellett végrehajtani. Cifra György abszolválta, és akkor Kodály Zoltán mondta ott a zeneakadémiai koncertrendezőtnek, hogy na, ezt a zongoraművészt be kell mutatni a közönségnek. És akkor elkezdődtek a koncertek. Első koncert, jól hiszem, a Bartók teremben volt, és hát ilyen legendák erről úgy számolnak be, hogy a koncert első felében szinte üres volt a terem, és a második felében már megtelt, mert elterjedt a híre, hogy itt valami fantasztikus zongorázásra kerül sor. 9 éves koromban kezdtem zongorázni, tehát akkor nem tudom, egy pár hónapja zongoráztam, és hallottam, hogy a Zeneakadémián fog játszani. És bementem a Zeneakadémiára, és mondtam, hogy elnézést kérek, most kezdtem el zongorát tanulni, klasszikus zenét, és nagyon szeretném a Gyuri bácsit meghallgatni. Erre azt mondta, jó, kiment, szólt valakinek, bejött egy hölgy, és kivittek a koncertterembe, így járt a zongora néha. Olyan erős ütése volt, és olyan intenzív. A koncertnek a második felébe olyan extázisba jöttek az emberek, hogy hát Szálazira abban az időben, abban a rendszerben, ez furcsa volt, és előre tódultak, csomóan előre tódultak a színpadhoz. 1956-ban felkértek, hogy játsszam el Bartók második zongora versenyét, amit addig eljátszhatatlannak tekintettek. Október 23-a előtti estén tartott egy nagy sikerű hangversenyt a Erkel Színházban, egy Bartók zongorversenyt játszott, és szintén egy extatikus hatással hosszú ideig ünnepelték, és akkor már volt egy kis előszele a forradalomnak. Aztán apám kapott egy telefont, hogy Gyurikán megyünk, ennyi volt a telefon, a család felült egy motorbiciklire, és elvihazott a Bécsből. A Cifra nem akart elmenni 56-ba, mert félt. Ön hallani is akart arról, de a felesége rábeszélt, azt mondta, hogy muszáj mennünk, mert itt nem tudod kamatoztatni a tehetséget, nem fogod tudni. Bécsben, ezekben a táborokban a regisztráció során nézték, hogy itt van a név Cifra György, mert erről már szóltak, hogy valószínűleg érkezni fog, és azonnal kiemelték őt a sorból, és gyakorlatilag 2-3-4 héten belül már koncerteket szerveztek neki. Jobban ismerték ott kint, mint itt Magyarországon, és mondta, hogy kijött a szállodából, és szembe volt egy ilyen zeneművészeti bolt, és ott az ő lemeze volt kitéve.
Csak az első utuk a Preán nevű zenéigazgatóhoz vezetett Bécsben, akit apám már előkészített a forradalomtól függetlenül, hogy itt van egy ilyen kaliberű művész, és érdemes lenne felfigyelni rá. Ott voltak a Magnus szalagoknál, amit apám kivitt, és azt tanácsolta, hogy talán Franciaország egy jobb terep arra stílusú zongorázásra, amit a Cifra tud, tehát a virtuóz zongorázásnak inkább terepe a Franciaország, mint Bécs. Au moment où s'ouvre la saison musicale, Paris retrouve un homme qui, arrivé inconnu voici trois ans, lit aujourd'hui son nom en grosses lettres sur les affiches à côté des plus grands. Exilé volontaire de Budapest, Gyorgyi Dzsifra est à l'heure actuelle considéré comme le plus grand pianiste de notre époque, et c'est l'honneur de Paris de lui avoir fait confiance. ...1961 és 1963 között olyan felvételeket készített, amelyek mai napig azt hiszem, hogy legyőzhetetlenek. Mind zenei, mind technikai szempontból. Ebben az időszakban mondta Vlagyimir Horovic Cifra Györgyről, aki ugye a világ másik legnagyobb zongora csodája volt, hogy szeretne egyszer úgy improvizálni, mint Cifra György. Ez azért nagy dolog, mert Horovic is fantasztikusan improvizált, és az egyik legnagyobb zseni volt, de még ő is elismerte ezt a különleges virtuózitást. Apám kint volt 57-ben, talán először Párizsban, és akkor a Cifra fogadta, béreltek akkor egy kastélyt, 30 szobából állt. Ebbe a kastélyba a Cifra gyakorlatilag ugyanúgy élt, mint Budafokon, a másfél szobás lakásban. Kis túlzással alsó nadrágba közlekedett a Cifra, és paprikás kumplit ettek a családdal. Próbáltak ugyanúgy élni, mint itthon, és két szobát laktak be abba a kastélyba. Tehát abba belegondolunk, hogy itt nem tudom, például taxit se engedhetett meg magának, amikor itt élt, és éjszakában sokszor megvárta a reggelt, hogy villamossal utazhasson haza. Hogyha ezt összevetjük azzal, hogy a hangszereket külön repülőgéppel szállították utána, nem tudom, 15 évvel, akkor elég nagy az ugrás. Azt hiszem, hogy az 1960-65-ös periódusa volt az, ami mind szakmai, mind közönség siker szempontjából a csúcsfokát jelentette a Cifra életműnek. Egy olyan minden hangkészletet, hangszínt, dinamikát, tempót magában foglaló, ugyanakkor teljesen újat mondó, és senkihez nem hasonlítható zongora technikát tudott kifejleszteni, és 60-65 között mondták azt, hogy a világ első zongoristája. Ő Franciaországban sztár volt, tehát tulajdonképpen nem tudok más szót használni rá, mint tényleg egy ilyen ikon. A Szolaika tulajdonképpen menedzselte a Gyuri bácsit. Volt egy külön iroda, ott volt egy titkárnő, de a Szolaika irányított mindent, ugye, és hát a titkárnő intézte a telefonokat. A tárgyalásokat, azokat a Szolaika folytatta. Gyuri bácsi az csak a zenével foglalkozott. Ah oui, c'est exact. Oui. Le voici, Georges Dzsifra, il vous ressemble étonnamment d'ailleurs, et on doit lui souhaiter la brillante carrière de son père, car lui, madame. Vous débutez, vous, en fait, dans la carrière, bien que la musique, oui. Vous l'avez appris très jeune. Oui, ça fait, je ne sais pas, depuis ma plus tendre enfance. Pourquoi vous êtes-vous spécialisé dans la direction d'orchestre? Oh, madame, vous savez, c'est une chose que j'aime beaucoup, autant que le piano, que le salon. Qui a choisi le programme, le père ou le fils?
C'est partagé. Vous comprenez, les parties d'orchestre, bien entendu, le chef d'orchestre, mon fils Georges, qui est choisi. Et puis les concertos, moi-même. Körülbelül olyan 12 éves volt, amikor összekerültünk. Nem voltunk barátok, de sokat láttam, hogy sokat találkoztunk. Fantasztikus zenei adottságokkal megáldott. Egy gyerek volt, valaki idézőben ráült a zongorára, akkor is megmondta a negyedik szobából, milyen hangokat játszottak, és hát nagyon nagy remélyeket fűztek hozzá a szülők. Egyébként is egyértelmű volt, hogy ő zenei pályára megy. Hallott az apját, és ő is ment, ő is zongorázott. Nagyon okos volt. Alfred Cortot azt mondta, hogy többre viszi, mint az apja. Mindig Alfred Cortot kérdezte tőlem, attól tanult, mindenki járt. Attól kellett, hogy csinálja az apád ezt az kadenciát. És akkor megmondta, hogy ezzel az ujjal érinti, azt azzal az ujjal érinti. Úgyhogy egy ujjal két hangot. Úgyhogy mikor egy oktávot leüt, akkor 8 hang szól meg. Valamelyik francia tévétársaságban egy interjúra behívták a mestert, és akkor még úgy tudom, hogy nem tudott franciául, vagy annyira nem tudott, és a fia volt az, aki ugye helyette beszélt, és akkor ez úgy zajlott, hogy megkérdezték, hogy hát mester, ugye franciául kérdezték tőle, hogy hát a Kodály módszerről mondaná egy-két szót, és akkor a mester odaszólt a fiának, hogy lögd a rizsát, vagy nem tudom, vagy nyomd a sódert, amit aztán a Gavotti le is írta a Le Figaro-ban, hogy milyen tömör ez a magyar nyelv, és így le volt írva szépen francia fonetikával, és hát utána pedig ugye franciául a Kodály módszer, amiről ugye beszélt a fia. Quand vous êtes entré dans la carrière, votre père, grâce au ciel, y était encore. Est-ce que cela a été pour vous un avantage ou un handicap? Ah, tout de même, vous réfléchissez. Ah oui, oui, écoutez, ouais, c'est, ouais. C'est plutôt embarrassant, c'est pas la question. C'est bien l'exprès. Ah, je sais. Je pense que c'est un cas probablement assez particulier parmi les jeunes dont je bénéficie et qui doit créer peut-être certaines jalousies et bien compréhensibles de la part de jeunes qui n'ont pas cette chance. Mais pour moi, je dois dire que si je reviens sur la terre encore une fois, sous la forme de chat ou de chien ou de n'importe quoi, ben, je voudrais encore être Cifra Junior. À mon avis, c'est pas une question de relation entre nous deux, hein, mais plutôt c'est une question de coopération. Parce que nous, nous sommes des partenaires. Est-ce que dans le cas présent, votre père est quelqu'un de difficile à accompagner? À accompagner, non, mais... Mais à? Est-ce qu'il vous fait beaucoup de recommandations, entre guillemets, à la maison? D'exhortations? Non, je peux pas vous dire. Non, non, non. Là, je ne crois pas. Mais alors, de temps en temps, il me lance un de ses coups d'œil, voyez-vous. Je m'en souviens pendant 15 jours. Csak családi kötelék volt köztük, hanem egy nagyon erős munkakapcsolat is. Az unokáitól tudom, hogy minden egyes reggel dolgoztak, felkeltek reggel 8 órakor, két zongora egymás mellett, mind a ketten zongoráztak, és éppen megbeszélték, hogy itt mit kellene csinálni, ott mit kellene csinálni, zenei részleteket, és olyan etalon felvételeket készítettek együtt, ami egészen hihetetlen. Kihallott bármit a zenekarból, ha valaki egy rossz hangot játszott, és rögtön odaszólt, és azon kevés karmesterek közé tartozik, aki képes volt lekövetni Cifra György hihetetlenül gyors zongorázását. Egy, két. Ne húzz vissza! Il avait peu d'activités en commun avec ma mère, en fait, parce que ce sont deux personnes différentes et qui n'ont pas vraiment les mêmes intérêts dans la vie. Mais une chose qu'ils partageaient en commun, c'est que il s'amusait à lui apprendre à reconnaître les compositeurs au son particulier que
qui ont chacune de leur musique. Donc souvent, on les voyait écouter de la musique ensemble et puis ils lui demandaient c'est quoi ça. Et puis elle essayait de trouver quoi. C'était amusant de l'avoir dans ce rôle-là pour nous aussi. Je sais qu'il... En général, quand il enregistrait quelque chose, il enregistrait avec mon grand-père. Il faisait peu de productions individuelles. Et ça, c'est peut-être quelque chose qu'il aurait pu développer un peu plus, je pense, une fois qu'il aurait été plus indépendant et plus mature, peut-être. Je me souviens fréquemment les avoir vus penchés sur le même piano, ou discutant de musique, ou travaillant ensemble, en effet. C'était important pour eux. Rachmaninov második zongora versenyének az a híres felvétele, ahol a Cifra György játssza a szólót és a fia vezényel, a számomra jobb, mint a Szergei Rachmaninov által instruált zenekar előadása. Nagyon jól együtt tudtak működni, és ki tudták egymást egészíteni. Amikor kérdezték barátai, hogy van a mester, mik a következő koncertjei, akkor semmi másról nem tudott mesélni, csak arról, hogy a fiával együtt játszik, és a fia egyre nagyobb sikereket ér el, és ez volt az ő legnagyobb boldogsága. Préparer la suite. Parce qu'il y a beaucoup de notes. Hein? Ouais, pour le pauvre pianiste. Attention. Hein? Bien sûr. Voilà. Voilà. C'est toujours le pauvre pianiste. Hein? Ah, bien sûr. Et le pauvre chef d'orchestre, qu'est-ce qu'il fait? Je n'ai pas peur pour le chef d'orchestre. Ouais. Non plus, je n'ai pas peur pour le pianiste. Alors bon, alors nous sommes quittes, monsieur. Hein? Très bien. D'accord. Oui. Allez, bon. On continue. Allons-y. Ouais. Soyons sérieux. Bon, allez, parce que c'est un boulot, hein, monsieur. Voilà. Oui, oui, monsieur. Oui. Oui, papa. Allez. Merci. Akkor azt hiszem, Kormelyben laktak, és az egy nagy. Hát kastély volt tulajdonképpen parkkal, teniszpályával, tehát edzőpályával, mindennel együtt, és akkor az öcsi ugye meghízott egy kicsikét, és felvettek hozzá egy személyi edzőt, és az mondta neki, hogy hát futkározzon, ezt csináljon, azt csináljon, és azt mondja, hogy magát fizetik ezért? Mondta, hogy igen, hát akkor futkározzon maga. Az egész család szerette az autókat, volt nagy amerikai autójuk, hát mindenféle autójuk volt. A Gyuri bácsinak utoljára azt hiszem egy 350-es Mercedes-e volt, gyönyörű fa belső burkolattal, klímával, mindennel, tehát az szuper autó volt. Németországba adott egy koncertet, ugye hát ott volt 2-3 napig, addig a gyárba teljesen felújították neki az autót ingyen. Amikor először Magyarországra jött, akkor a Mercedes autóval jött, és ő vezette, mondta, hogy nagyon prima, mert ahogy Németországban csak rányomta a tempomatot, és 200-al söpörtek át. Szolejka előtte jött már haza, és tárgyalt is. Tulajdonképpen akkor fenyegetettség már nem volt, hogy nem jöhetnek haza. Soha nem tagadta meg, hogy magyar, otthon a családi nyelv is a magyar volt, és egymás között is mindig magyarul beszéltek, és nem franciául. Tout le monde t'aime. Hein?
C'était inutile, cette inquiétude. Non, je ne suis pas inquiet. Non, non, mais ça, non. quand même. Ça, enfin, ça t'a bien passé. Je suis très contente. Tu es énervé comme... J'espère, le public, tu as vu. Oui. C'était c'est... magnifique. Ils sont, gentils. Plus que gentils, hein, pas mal. Ah, je vais boire quand même. Hein. Mon Dieu. Je suis fatigué un peu. Maman aussi. Autant de toi, parce que... Derrière les coulisses, pas facile. Petit la gomme. Voilà. Amikor a Gyuri bácsi már sikeres volt, akkor nagyon szeretett volna egy alapítványt fiatal művészek számára, azért, mert neki nagyon nehéz gyermekkora volt, meg nehéz volt az érvényesülése is, és hogy a fiatal tehetségeknek ezt elősegítse. És ezért vásárolták meg Senlisbe a kápolnát. Megmutatták nekik barátok, hogy itt van egy csoda, itt van egy olyan különleges épület, amit garázsként funkcionál, de ez egy csodálatos akusztikájú kápolna. Elment a cifraházas pár, körülnéztek, autók tömkelege, teljesen romos állapotban, és beleszerettek, és Cifra György elhatározta, hogy akkor ő ezt a kápolnát megpróbálja rendbe hozni, és itt fog majd ő tanítani, itt lesz majd az ő alapítványának a színhelye. Egy meghallgatás, amin én is részt vettem, és azon ott ült ő is, és tulajdonképpen ő maga válogatta ki azokat a fiatalokat, akiket ő aztán kivitt magához, és hát tehát ez tulajdonképpen a Cifra Alapítvány díjáért folyó verseny volt, amit én akkoriban talán a második turnusban én nyertem meg. Így jutottam ki a második csoporttal, emlékszem. Tehát ott voltak képzőművészek, hegedűs, énekes, tehát zongorista egyedül voltam, úgy emlékszem. Látjátok? Ez a kép is a Chapelle-ben készült. Nagypapa, majd minket is megtanítasz zongorázni? Papa? Na, jó van, gyerünk. Egyetlen gyerek volt, és nagy szimbiózisba éltek az egész család, imádták az öcsit, és mindent megtett a Cifra a öcsi karrierének érdekében. Tehát ennek kettős volt a hatása, mert a öcsi szeretett volna egy kicsit ettől elszakadni, és bebizonyítani, hogy az apjától függetlenül is magas színvonalú művész, úgyhogy ő próbált önerőteljesen elszakadni az apjától, saját hangversenykörútjai voltak, és hát aztán ennek a kapcsolatnak egy tragikus vége lett. Cifra György fiának el kellett játszania Cifra Györgyöt egy filmszerepre, mert hogy felkérték őt, hogy legyen ő Cifra György. És ezért le kellett fogynia. És ezt olyan komolyan vette, annyira beleérte magát ebbe a szerepbe, hogy hirtelen fogyott, és nagyon legyengült. És egészen véletlenül otthon összeesett, és pont a kandalló mellett volt, eszméletét vesztette, és megégett a teste. És úgy találták meg, sajnálatos módon, és két napig próbálták az életét megmenteni, és annyira megégett a teste, hogy egyszerűen nem tudták megmenteni, de még két napig élt, és két napig folyamatosan fogták a kezét Zulejka és Cifra György.
A temetésen a Gyuri bácsi az teljesen maga alatt volt, mert mondta nekem, hát ugye a temetés után ott a szűke barátok meg leültek, és a Gyuri bácsi mondta, hogy nem tud ő itt beszélgetni, menjünk ki. Kimentünk egy ilyen borozóba, és ott mondta, hogy hát azt mondja, képzeld el, hogy a fehér kórházi ágyon, azt mondja, ott van egy fekete torzó, és azt mondja, csak hörög, és ez az én fiam. Általában a nagy zenészeknek általában a fiúk nem a nagy zenész, meg az árnyékába élnek, és hát ez olyan sugárzott az öröm az arcáról. Tehát ez az ember nagyon boldog volt, hogy a fia is zenész lett, és jó, hogy nem zongorista lett, hanem karmester lett, és ez micsoda boldogság, hogy együtt tudtak dolgozni. Ez nagyon nagy boldogság. És ezt onnan tudjuk, hogy amikor tragikus körülmények között meghalt, akkor ő már be is fejezte a pályáját. Onnantól kezdve egyre kevesebbet zongorázott, és ebbe belebetegedett. Amikor a tavaszi fesztivál megalakult, az első hangversenyen ő játszott. De az pont két héttel azután történt, hogy a fia meghalt. Kijött a színpadra, és azt mondta, hogy kedves közönség, én tulajdonképpen nem tudtam volna elképzelni, hogy én ma fogok itt játszani, de miután megtudtam azt, hogy ez az első tavaszi fesztivál, tehát ez egy ilyen nemzetközi fesztivál, amiatt a magyar kulturális életben nagy jelentőségű, és hát minden jegy elkelt, nem akartam nem mondani a hangversenyt, de hát a fiam meghalt két héttel ezelőtt, úgyhogy én olyan lelki állapotban vagyok, amivel nem elképzelhető, hogy tudok helytállni. Kérem a türelmüket és a megértésüket, ha nem hallanak olyan módon játszani, ahogy eddig megszokták. Hát természetesen úgy játszott, sőt, még egy olyan emocionális töltése is volt, ami máskor természetesen nem lehetett. Tehát egy ilyen állapotban az ember vagy egyáltalán nem tud játszani, vagy még szebben játszik, mint máskor. Hát ez történt az utóbbi. Nagyon sok fiatalnak szerintem a mai napig példakép, és nem is baj, hogyha ő a példakép, mert ez egy nagyon magas mérce, mert ez nem ez az üres, csillogó virtuózitás, ami nála van, hanem valami egészen más, valami mélyebb, ilyen zsigeri, tehát egy egészen különleges zongorázás és zenélés, hogyha szabad ezt így mondani, amit ő csinál. Ez én szerintem utánozhatatlan.